Közel 700 millió forintos beruházással folytatódnak Tihany turisztikai fejlesztései. A Csokonai ligetben új tanösvényt alakítanak ki, megújulnak a teraszkertek és az apátsági lépcső. A január 8-i alapkőletételkor Tósoki Imre, a Félsziget polgármestere elmondta, hogy a fejlesztés egy csaknem 2 milliárd forintos beruházás elemeként részben Európai Uniós, részben hazai forrásból valósul meg. Az önkormányzat 1,2 milliárdból gazdálkodhat, míg az apátság 700 milliót költhet felújítási munkálatokra. Az egyik legfontosabb eleme ennek a nyelvemlék tanúsfény, a Csokonai ligeten belül, amely megvalósulhat. A teraszkerteken új virágágyások, új lépcsők, burkolatok kerülnek kialakításra, és teljes egészében megújul a Mádül Ferenc teret és az apátságot összekötő lépcső, magának a nyomvonalnak az áthelyezése is megvalósul. A nyelvemlék tanösvény és sétaút mintegy 20 állomása többnyelvű és bréf feliratokat is kap majd. A fejlesztés megvalósításához szükségesnek látják az előregedett, beteg, illetve veszélyes fák eltávolítását, amiket ígéret szerint pótolnak majd. A tervezett egyedi tervezésű dizájn és természetművészeti alkotások elhelyezését is tartalmazza. A Csokonai liget nyelvemlék tanösvény Mihály Jeromos tihanyi perjel is kiemelte. Itt íródott az első nyelvemlékünk, a jelenleg ismert első szorvány nyelvemlékünk, és a tervünk az, hogy ebben a ligetben majd sikerül akár rendkívüli irodalomórák keretében, vagy vezetett séták keretében rávilágítanunk és megvilágítanunk ennek a fontos értékét. És reméljük, hogy majd a jövőben a belső tó partján tervezett majorságunk területén pedig be tudjuk mutatni azt a gazdasági kultúrát, amit az alapító levél megőrzött számunkra, hogyan is gazdálkodtak a 11. században, vagy hogyan alakult az apátság gazdaságot és tájat alakító tevékenysége. Az apátsági lépcső a Priski sétányhoz hasonló burkolatot kap, bordázott mészkőtömbök, támfalba süllyesztett lámpatestek kerülnek beépítésre. A lépcső aljától az apátság ezer éves történetét bemutató feliratos kő elemeket helyeznek majd el. Az új teraszokon kap majd helyet a bencések gyógy- és fűszernövényes kertje, falikúttal, téglalap alakú ágyásokkal, illetve ismeretterjesztő táblákkal. A pihenő kertrész pergolával, asztalokkal és ivókúttal a megpihenést a szabadban való étkezést teszi majd lehetővé. Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatója szerint a járványhelyzet miatt jelentősen felértékelődött a belföldi turizmus szerepe. Belföldi vendégek bíznak a hazai szolgáltatókban, és továbbra is szívesen utaznak. Ezt jól mutatta az elmúlt nyár, hogy amikor májusban, illetve júniusban újból a szolgáltatók meg tudták nyitni egységeiket, gyakorlatilag nagyon komoly vendégforgalmat tudtak bonyolítani a nyári 3 hónapban, és ez egészen novemberig folytatódott. Az elmúlt 4-5 esztendőben a Balaton reneszánszát éli. Ezt már Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője mondta. Tihanyba az év bármelyik napján öröm eljönni, és itt lenni, és még nagyobb öröm az, hogyha ezeket a fejlesztéseket megláthatjuk, és tényleg minden Tihanyba töltött pillanatot örömnek és ünnepnek tartunk. Tósoki Imre hozzátette, a beruházások részeként már megkezdték a Tihanyi Művészeti Élményház megvalósítását, valamint a Visszhangdomb karbantartását. Az újonnan megkezdett fejlesztés sorozat pedig jövő héten indul az apátsági lépcső bontásával. A munkálatok befejezése a tervek szerint idén ősszel várható, tehát a nyári időszakban sem lesz használható a lépcső. A Mádl Ferenc teret és az apátság gyalogosan a Borsos Miklós téren keresztül lehet majd megközelíteni. 2021-ben további 3 beruházást indít még a település, az esetleges lezárásokról folyamatos tájékoztatást ígér a polgármester.